Sziasztok, kedves barátaim! Ma folytatjuk témáinkat könyvekről, és ma beszélek Bhagavad Gita-ról. Ez a könyv, amelyeket én már több mint 25 éven keresztül tanulmányozok, zseniális könyv. Bhagavad azt jelenti Isten, Gita ének. Képzeljétek el, ez az a könyv, amelyiket maga Isten elmondta, és ebben a könyvben látható eredeti szöveget, ami 5000 év ezelőtt volt leírva. Ahogy korábban mondtam, az a szöveg, amelyeket Isten elmesélte személyesen. Ezért Bhagavad Gita. Miről szól ez a könyv? Hát ez a jóga kézikönyve. Én beszél karma jógáról, buddhi jógáról, bhakti jógáról, astanga jógáról, gyána jógáról, nagyon sokféle jógáról beszél. A Bhagavad Gita a Mahabharat könyvnek egy része. Ezért történetként van leírva. Itt van egy párbeszéd. Van egy Arjuna, aki képviseli minket, a embereket, egyszerű személyeket, és van lelki tanító mester, akit képviseli Isten, Krishna. És Arjuna pont azokkal a problémákkal, válsággal rendelkezik, ami mostani világban minden egyes emberrel rendelkezik. Például ember szokott megsértődni, szokott dühös lenni, annyi sok nehézség van az életünkben, és nagyon sokszor az egónk is el van nyomva, meg van törve, szóval rengeteg, vagy a kapcsolatok probléma, vagy valaki eltévedett, nem érti, hogy hogyan tovább, mit csináljuk, mi a megoldás, zsákutca, van-e az egésznek értelme, ami velem történik. Szóval, ha ember akarja rendbe hozni magát, pszichikáját rendbe hozni, megtisztítani, megérteni, hogy hogyan működik a világ, arra ajánlom a Bhagavad Gita-t. Például a második fejezet beszél a lélekről, a lélekvándorlásról. Azzal kezdi, ahhoz, hogy képes legyél megoldani az életedet, ahhoz nagyon fontos tudni, hogy nem vagy ez a test. De ugyanakkor mondja, igen, te egy lélek vagy, nem vagy ez a test, azt kell tudni, de mikor van egy tested, akkor van egy adott természete. Erről már beszél a következő fejezetekben. És azt mondja, hogy a kialakult a természete szerint kell cselekedni. És az a kialakult természete guna karma vibagaja, hogy neked te végeztél előző életekbe cselekvéseket, határozatokat, döntéseket hoztál, ennek eredményeként most kialakult egy pszichofizikai természetet. És ezt is meg kell tudni, másképp sose találod meg, még anyagi szférában saját magát. Utána negyedik fejezetben Isten beszél saját magáról. Akkor ki ő kicsoda? Miért jön vagy nem jön ebbe a világba? Korábban harmadik fejezetben beszél a karma jógáról. Mit jelent egy karma jóga? Utána beszél a jógáról, mint a gyána jógáról, ahol mondja, hogy a jóga az nem csak ászana, hanem a tudat. A tudattal kell foglalkozni, és főleg az elmével. Meg kell tisztítani az elmét, le kell győzni az elmét. Aztán beszél a bhakti jógáról, a szeretetnek a jógáról, és azt mondja, hogy ez a legtermészetesebb gyakorolni embernek a bhakti jógát, a szeretet jógáját. És mondja, hogy ez a szeretet jógája, tudás erről a bhakti jógáról, Raja Vidyam, Raja Guhyam. Ez a minden tudásnak, tudománynak a királya. És ez a legtitkosabb, legbensőségesebb tudást, legrejtélyesebb tudást, mert alig van, aki ezeket megérti. Akkor legyünk mi szerencsések és értsünk meg, próbáljunk megérteni ezt a tudást. Kicsit később magyarázza az anyagi univerzum törvényeket, hogy van itt három kötőerő, hogyan működnek a kötőerők, hogyan kötnek meg az embert,
és ember labirintusba kerül, és elveszíti a szabadságát, a szabad akaratát is. És beszél a testről is, hogy hogyan működik a test, hogy ez egy cselekvésnek a mezője, ksetra, és van a mezőismerője, aki ismeri a testet, aki lakik benne, ez a lélek, arról is beszél, és van a legfelsőbb lélek, az Úr, Isten. Szóval rengeteg téma, pszichológia is van benne, és zseniálisan, hogy hogyan működik embernek a pszichikája, arról is lehet olvasni. Nagyon sok téma. Ez a könyv, amit lehet olvasni nap mint nap, úgy is szokták csinálni emberek, például, hogy mai napra mi az üzenet Istentől, és akkor lehet nyitni. És akkor ember megnyitja, és akkor elolvassa. És akkor megtudja, hogy milyen üzenetet kapok mai napra. Szóval így is lehet mondani. Most itt megnyitottam, mi az üzenet. Nem mondom el, majd nyissatok ti könyvet, és olvassatok, mert az nektek fog szólni. Én nyitom, az nekem szól. Rendben, itt a látjátok felírva a címet, e-mail cím, melyeken lehet jelentkezni, rendelni Bhagavad Gita-t és bármilyen más könyvet. Köszönöm szépen figyelmeteket, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videót, legyétek boldogok, majd találkozunk, Hare Krishna! Azokon könyveken kívül, amit bemutatom nektek, van, látjátok, sokkal több, van kisebb könyvek, nagyobb könyvek, amit ajánlanék számotokra, és vannak ugyanakkor magazinok, itt lehet látni a magazin, ami Ajurvédáról szól. És ugyanakkor van karmáról, többféle témáról lehet írni, és akkor akar több sorozat, egész sorozat magazinunkat tudjunk küldeni címetekre. És hogyha már megvan összes könyvetek, gratulálok, nagyon csodálatos. Hogyha még olvasol és a könyveket, akkor rendkívüli szerencsés vagy, de hogyha csak ott állnak a polcon, akkor is nagyon jó, mert ezek a könyvek különleges lelki energiával rendelkeznek, sok ember tapasztalja is. Ugyanakkor szeretnék még ajánlani neked, hogy ezeket a könyveket lehet venni valakinek ajándékba. Barátoknak, rokonoknak, férjnek, feleségnek, testvérnek, bárkinek, mert ezek a könyvek képesek megváltoztatni másoknak életét, életünket, az én életem már megváltozott. Ez nem jelenti, hogy mindenki legyen szerzetes, nem kell, mindenkinek kell menni saját úton, és ez mellett tudjon boldog lenni és sikeres. Ez a lényeg, ezért lehet rendelni a könyveket és ajándékozni mindenkinek.